Gyűrűs napfogyatkozás volt látható szombaton az Egyesült Államok egyes részeiből, Mexikóból, valamint Dél- és Közép-Amerikából. A látványos csillagászati jelenség akkor következik be, amikor a Hold úgy halad el a Föld és a Nap között, hogy a legtávolabban a Földtől és elzárja a napfényének nagy részét, de nem teljesen, a Napból csak egy vékony fénygyűrű marad látható. A szombati napfogyatkozás tartózkodási helytől függően különböző megtekintési élményeket kínált, voltak, akik csak részleges napfogyatkozásban gyönyörködhettek.